A Nyíregyházi Állatpark fehér oroszlán kölykét eleinte anyja nevelte, de 3 hetes korában elapadt a teje, így az állatpark egyik gondozójára, Herlicska Anikóra bízták, aki korábban 2 kis oroszlánt már sikeresen felnevelt. A gondozó csak az etetés időszakában érintkezik vele, hogy minél kevesebb emberi hatás érje. A kölyök szépen fejlődik, súlya mára már naponta 100-150 grammal gyarapszik, jelenleg 5,5 kilogrammos. A kis fehér oroszlán jelenleg 8 hetes, és ez idáig nem igazán foglalkozott a környezetével, most már azonban látszik az igazi macska vér, tehát egyre jobban játszik, érdeklődik a környezete iránt, most éppen a karomat harabdálja, ez utal arra is, hogy gyönyörűen növekednek a tűhegyes fogai, és egyre ügyesebben használja a karmait is. Teljesen más most már a takarmánya, hiszen eddig csupán kutyatejpótlót kapott, most már azonban elkezdtük a hozzá táplálást is, csirke mellett és darált hús még a napi adagja. A krügeri oroszlánok, ezen színváltozata, egyike Afrika legtitokzatosabb állatainak, hiszen évszázadokon keresztül csak sejtették létüket. A dél-afrikai őslakosok tisztelték őket, mint az isteni világ közvetlen küldötteit. Élőhelyük Timbabwati, azt jelenti a hely, ahol a csillagoroszlánok lejöttek. Napjainkban az állatkertekben és rezervátumokban élő fehér oroszlánok száma nem éri el az 500-at. Köztük 2 ivarérett állat és most már utóduk is a Nyíregyházi Állatparkban látható. A kis oroszlán hölgynek jelenleg a Viktória ház az otthona, ahol egy üvegablakon keresztül a park látogatói is végig kísérhetik a cseperedését, és megleshetik, hogy játszik vagy táplálkozik ez a ritka nagymacska.